Gyári egyenlőre Kibu is, azt láttuk, hogy viszonyatosan sok izgalmas dolgot lehet csinálni adatokkal, főleg közérdekű adatokkal, közadatokkal foglalkozni. Magyarországon azért a térséghez képest nagyon kevesen foglalkoznak ezekkel, sokkal kevesebb adat elérhető. A mi témánk itt a Hackathonon az üres ingatlanok kérdése. Azt keressük kódoló és GIS szakértőinkkel, hogy hogyan tudjuk vizualizálni azt, hogy melyik budapesti kerület mennyi üres ingatlannal rendelkezik, ezek mennyibe kerülnek a közpénzből, és hogyan oszlanak meg a városban. A zuglói költségvetéssel foglalkozó csapatban vettem részt a Hackathonon. A zuglóiakkal a 2014-es önkormányzati választások óta működünk együtt, amikor is ők elfogadtak egy civil átláthatósági minimumprogramot. Most jutott el oda a dolog, hogy a programban vállalt pontot, miszerint, hogy a költségvetést vizualizáljuk, ezt megvalósíthattuk két programozóval, úgyhogy megcsináltuk a költségvetést, fenn lesz Zugló honlapján, és meg lehet nézni, hogy mire költik a pénzt. Jártunk, keltünk a világba, és elég sok jó gyakorlattal találkoztunk a egyes, nem csak külföldi, de akár magyar helyi gyakorlatokban is, és ezekből sikerült összegyúrni egy olyan ötletet, amit úgy gondoltunk, hogy akár egy nap alatt meg is tudunk valósítani. Egy húzós 24 órán vagyunk túl, és úgy érzem, hogy sikerült egy olyan alkalmazást lerakni, ami egyrészt ténylegesen releváns adatokból, egy ténylegesen releváns társadalmi kérdésre kínál egy lehetséges megoldást, és remélem, hogy a jövőben majd úgy továbbfejlesztjük, hogy használható is lesz ténylegesen is. Team is Drop the Bass. Now, let's first shake hands. That's a very Dutch cheap way of giving a prize.